Mi a helyzet a bolgárkertben, gazduram, így a tavasz első napján? Miről tud beszámolni? Köszönjük szerkesztő úrnak a kedves kérdését, mi is jól vagyunk. A gépek és a föld rendben van, az időjárás kiváló, ahhoz, hogy tudjunk dolgozni. Az előbb beszélgettük azt, hogy egy kicsit, hogy aki korán kell, az tényleg most aranyat fog lelni. Nem, mintha télen nem lett volna arany ezekben a földekben, mert ugye nem állt itt meg igazán az élet. Tehát az már múlté, hogy télen szünet, és aztán majd tavasszal lesz valami. Télen is volt azért bőven, időzőben bőven a földekkel, lehetőséggel, illetve a komposzttal is dolgoztunk, de nem utolsó sorban a gépek karbantartása volt az első szempont, hiszen ahogy tavaly is beszélgettük, annál jobb érzés nincs, amikor minden gépünk a szezonban tudja a dolgát, és a kollégák is természetesen. Most már gondolom nem furcsa a kérdés, ha megkérdezem, hogy hogy telelt a téli vetés, vagy télen a vetés? Hát a nézőpont kérdése, ugye az éremnek két oldala van, ugye a kártevők és sok minden más szempontból azért nem ártott volna egy kis fagy, egy kis árfagy a kis föld, pihenés. Egy kis pihenés. Természetesen, amit mi ahogyan terveztük is tavaly is, sok mindent bent hagytunk, növényeket, zöldséget, sárgarépát, ilyesmit, amit tavaly februárban fölvettünk. Ebből a szempontból meg azért úgy kedvező. Tehát mindig az adott lehetőséget próbáljuk kihasználni, és mindig a pozitív oldalát fogjuk ezt meglovagolni, szóval ilyen fogalmazni, vagy ezt a részét így átjárni, és átgondolni, és kivetelezni. Úgy hallottam, hogy itt épül majd egy komposztáló is. Ha jól tudom? Igen, hát most a nem, mint a nem lenne komposztálás. Három komposztáló nagyon szépen dolgozik, és megint csak azt tudjuk mondani, hogy akinek ilyen szintű igénye van, szeretne vinni jó minőségű komposztot, megtalálja ezt a lehetőséget nálunk, és ugye minden évben azért csak-csak kiválogatjuk azt, ami komposztálóba megy, és amit a zöld trágyát visszavisszük, visszaforgatjuk a földbe, tehát gyakorlatilag tényleg csak az megy a komposztba, amit nehezen tudunk visszadolgozni. Bár még csak március közepe alig múlt, de látok itt már új veteményeket. Hát csalóka a történet, szoktam ott mondani, tavaly ilyenkor még a kert és a kertőnösök még pihentek, de most azt nézzük, hogy ugye 3 héttel, de majdnem mondhatom, most egy hónappal előbbre van a természet, de nekünk erre is kell odafigyelni, és ezt a részét tudjuk ezt azért figyelembe kísérni. De megint azt mondom, hogy nagyon sokszor elmondom a kertbarátoknak is, hogy nem kell megvárni azt a nagyon-nagyon jó időt, hiszen ennek árnyalata az lesz, hogy ki fog száradni a föld. Tehát nem is igazán naptárt kell nézni ilyenkor, hanem hogy alakul az időjárás. Így van. És akkor az annál jobb nincs, amikor nedves földbe. Még azt szoktam mondani, amikor megcsinálunk egy ágyást, nedvesbe meghúzunk, teljesen jól, azonnal mag takarjuk is vissza. Hogy ezzel is. És akkor utána jön a múcsolási lehetőség, a takarás, árnyéktechnika. A mag elfagyni már nem fog, az biztos. Még azt szoktam mondani, sem a dobozban, sem a földben a mag soha nem fagy meg. Az a csirás állapotban, de hál' Istennek az a fagyveszély, az most elkerül bennünket, de mag szempontjából bizonyára ennek semmi félelme nincs. A gyümölcsfák virágzásában igen, de a mag szempontjából semmi. Jöhetnek-e, vagy jönnek-e ide más kiskertekből is tanácsot kérni, vagy szemügyre venni, hogy mi is folyik itt? Én azt mondom, hogy be szoktak jönni, és megnézik, hogy mégis mi van itt, ez a kert hogyan működik, és tegnap is jött egy idősebb házaspár, hogy megkérdezték, hogy most akkor ez mi, és hogy működik. Elmondtam is, és még mindig nagy szemekkel csodálkoznak, hogy igen, ezt mi se tudtuk. Ők sem 20 évesek, de a bolgárkert sem tegnap kezdődött ugye ennek a kertnek a művelése, és gyakorlatilag ennek a munkája. Azt mondtam mondani, hogy viszik a jó hírét természetesen, és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy akik itt dolgoznak, akinek elmondják, igen, a pozitívumra és azt a lehetőséget, ami itt van. Még ezt tudjuk azt mondani, hogy a jelentkezés még mindig csak, hogy jönnek én is. És vissza kell utasítani őket? Vagy a szorgos emberek azért találnak helyet maguknak? Mondjuk azok helyet, akik időközben beleunnak esetleg a kertészkedésbe. Igen, megmondom őszintén, ez jó kérdés, hogy a szorgos emberek. Igen. Amikor beszélgetünk a kertről, akkor már 2 percen belül, ha szabad így fogalmazni, átjön és lejön az, hogy szívvel, lélekkel. Igen, azokat nagyon-nagyon szeretnénk itt tartani, és megbecsülni, és minden segítséget, minden jó tanácsot és szakmait, legyen az bármi, megadunk, hogy élvezze, érezze jól magát, és maradjon itt a kertbe. Igen, mert az rendben, hogy ugye a saját kedvére kertészkedhet, meg a saját asztalára is termelhet, de azért van ennek egy jótékony
oldala is. Igen, a jótékony oldalát már nagyon sokszor elmondtuk, hogy egy jó kis csapat, egy jó kis közösség, egy jó beszélgetés, mindig azt szoktam mondani, az egy felüldülés az embernek a lelki világának. Ide kijönni a szabadban, a levegővel lenni, és nem utolsó sorban, nagyon sokszor elmondtuk, azt megtermelni, azt, amit vitaminba, mint ízbe, mint színbe, mint az asztalat tesznek, az egy nagyon hatalmas érzés. Emellett még van, hogy nem csak azért dolgozunk. És idén is szállítanak, gondolom, a önkormányzati konyhákra is. Természetesen, ugye Dava is megbeszéltük, hogy ugye, nem beszélünk. Már csak ismétel tudunk. Így van. Igen, tervezzük, és hát az időjárás, ha engedi, és hasonló lesz, mint tavaly. Tehát ha bőséges volt a csapadék, bőséges volt az a klíma, ami ezeknek a növényeknek legyen, az bármi kiváló tud lenni, mert az égáldásnál szoktam volt mondani, nincsen jobb, ezt lehet esetleg öntözni, de az már nem olyan, de kell hozzá az a páratartalom, az a klíma, és tavaly mondhatnám azt is, hogy a legjobb termés tavaly volt. Hát akkor csak itt tovább. Köszönjük szépen, mindent megteszünk ennek érdekében, és tényleg hangsúlyozom, nagy öröm, hogy a Volgákárt változatlan energiával, változatlan érdeklődéssel hozza azt az évet, ezt a tavaszi évet, ezt az új évet, ezt az új szezont, ha szabad így fogalmazni, és nagyon lehet látni, a kertbe körül lehet nézni, nagyon sokan belekezdtek, már nagyon, talán elfáradtak az otthon létbe, mi a nevében a télbe, és alig várták, hogy ennyi jó idő, és nagyon sokan már elveteményeztek. Mondhatnám azt is, hogy gyakorlatilag a 70%-a, 70-80%-a már a zöldség, sárgarépa, a retek, a saláta, és most már jövő héten már jön a jó idő, lehet a széklát rakni, és utána akkor babok is jönnek, nem sokára palánták, amiben nagyon nagy segítséget tudunk adni, hiszen nagyon jó kis beszállítónk van, évek óta egy helyre hozunk a palántákat, és hozunk egy 100-200-400, nem tudom mennyit, amikor igény van rá, és mindenkinek kiosszuk, természetesen ez is nagy segítség. Úgyhogy a bevált magok, a bevált palánták, azok mindig itt vannak. De nem beszélek arról, hogy az igazából az, aki szívvel lélekkel, az itt is marad. És mondhatnám azt is, ha valamiért el is kell egy kicsikét máshol menni, de biztos vagyok benne, hogy elviszi a jó hírét. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget. További jó munkát. Viszont kívánok.